Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Tiba István országgyűlési képviselőnk, akivel a most megkezdődött parlamenti ülésszakon majdan tárgyalandó különböző törvényekről, rendeletekről beszélünk, illetve hát más egyéb a választókerületet érintő dolgokról. Jó estét kívánok, képviselő úr! És akkor kezdjük rögtön azzal, ugye szeptember 17-én már elkezdődött a hát azt mondom, hogy ennek a ciklusnak az majdhogy nem az utolsó időszaka, hiszen gyakorlatilag majd még 18 elején egy kis időre összeülnek, de igazából már az oroszlán rész az lezajlik most ezzel alatt a pár hónap alatt. Ugye a Fidesz frakció a parlamenti ülésszak előtt frakcióülésen sok mindenről döntött, sok fontos dologról döntött. Mit kell ezekről tudni, hiszen meghatározzák az elkövetkezendő hónapok történéseit is nagyjából. Valóban, hát a legfontosabb dolog az egy nemzeti konzultációnak a indítása volt, ahol a frakció kérte, hogy egy újabb nemzeti konzultációt rendezzünk itt a Soros-terről, ugye, ami nem létezik egyébként, de nap mint nap hallunk róla az Európai Unióban, hogy most éppen ilyen módosítása van, és ezt képzeli el Soros úr, illetve az Európai Parlament ezt szeretné az európai országok esetében a migrációval kapcsolatban, hogy hány menekültet fogadjanak be. Itt nagyon sok szám felvetődött már, ugye legelőször volt ez a 120 ezer, aminél mondjuk Magyarországra azt hiszem talán 1200 embert szándékoztak betelepíteni. Most már ott tartunk, hogy évente 1 millió migránsnak az elhelyezéséről kell gondoskodni, vagy kellene gondoskodni. Tehát ez a terv, ez aktuális, szeretnék megvalósítani nagyon sokan az Unióban, és úgy gondoljuk a frakció tagjai, és természetesen a kormány is, hiszen ők is a frakció tagjai, hogy erről meg kell kérdezni a magyar embereket, hogy mi a véleményük. Egyrészt azért, hogy elmondhassák, hogy egyetértenek-e azzal, tehát ők is támogatják-e a kormánynak azokat a törekvéseit, hogy Magyarország minden módon védje meg a lakosságát attól, hogy itt ilyen kötelező betelepítési kvótákat elfogadjunk. Másrészt pedig visszafelé is nagyon egy komoly felhatalmazás jelent a mindenkori kormánynak, illetve a miniszterelnöknek, hogyha egy nemzeti konzultáció alkalmával a lakosságnak a széles köre kap lehetőséget arra, hogy kifejezze a véleményét. Ugye ez volt a legfontosabb döntése a frakcióülésnek. Ezen kívül voltak személyi kérdések, ami azért Hajdú-Bihar megyét pozitívan érintette, hiszen frakcióvezető úr Kósa Lajos volt debreceni polgármester úr, ugye egy tárca nélküli miniszter lesz, akinek a feladata a megyei jogú városok fejlesztésének a koordinálása. Ez egy nagyon jelentős dolog itt Hajdú-Bihar megye számára természetesen. Ebből adódóan természetesen frakcióvezetőváltás volt, illetve alelnökváltás is volt, hiszen Gulyás Gergely volt a parlament alelnöke, ő lett a frakcióvezető, és Hende Csaba lett helyette a parlamentnek az alelnöke. Úgyhogy személyi kérdésekben is döntöttünk, de még egyszer mondom, hogy a legfontosabb ez a nemzeti konzultáció volt. Ami november 1-ére, ha minden jól megy, minden háztartáshoz el fog jutni a kérdőív, amelyre remélem és bízom benne, hogy legalább olyan nagy számban, több mint 1 millió fognak válaszolni, de én azt hiszem, hogy többen talán, mint az előző nemzeti konzultáció során tették. Ugye több részből áll ez a konzultációs kérdőív, de azt gondolom, hogy nagyon sokaknál kiverheti a biztosítékot az a bizonyos 9 millió forintos fejenkénti támogatás. Szóval azért, amikor itt azért még nagyon sokan bérminimum, meg létminimum, meg minimál béren keresnek, és éves szinten sem jön, még két éves szinten sem jön nekik össze annyi, akkor azért ez egy nagyon meggondolandó dolog. És hát tulajdonképpen, hogy most ugye Soros György, meg a globalizmus, meg nagyon sok minden együtt, azt gondolom, hogy arra késztethet nagyon sokunkat, hogy elgondolkozzunk ezen a 9 millió forinton, hogy tulajdonképpen mi is itt a motiváció a háttérben. Tehát mert gyakorlatilag szinte úgy érzi az ember, hogy sok minden más egyéb mellett a legfőbb motiváció ugye a gazdasági érdek. Hát mert hogy egyébként honnan teremteni elő mondjuk Magyarország, ha csak most például az 50 ezeret, mert most legutóbb talán éppen 50 ezer főről lehetett hallani, hogy akkor már nem 1 millió, hanem csak 50 ezer. Hogyha ezeknek ilyen összegű támogatást adunk, akkor azért itt hitelt kell felvenni az országnak, és hát akkor honnan veszi fel? Ne, hát egyrészt az is, de ugye ami a legfontosabb, ezt már a
a Soros György egy tanulmányában leírta, hogy a európai országoknak ezt saját költségvetésből kell megoldani, ezt a támogatást, és adóemeléssel a támogatások csökkentésével, amit a lakosság kap most, azoknak a támogatásoknak a csökkentésével, átcsoportosításával és adóemelésekkel. Tehát teljesen egyértelmű dolog, hogy a magyar lakossággal szeretné megfizettetni azt a célt, ami a végleges célja a nemzetállamoknak a gyengítése. Tehát az semmiképpen nem jó, hogyha van egy olyan összetartó nemzet, aki a magyarokért, a magyarságért kiáll vallásában, teljesen mindegy, reményeim szerint, hogy politikailag hogy gondolkodik, de a magyarság mellett kiáll, bár látjuk azért, hogy parlamenti pártoknál sem feltétlenül van ez így, és neki az a célja, hogy egy sokkal heterogénebbé tenni ezt a közösséget, behozni egy teljesen más vallást, mely vallásról tudjuk nagyon jól, hogy nem egy toleráns, nem egy elfogadó vallás, tehát ő nem fogadja el, nem képes alkalmazkodni, nem képes elfogadni a befogadó országnak a szokásait, törvényeit. Tehát ezzel gyakorlatilag azt a meglévő kohéziót, ami egyébként lehetne sokkal erősebb, azt próbálja gyengíteni, és ezáltal sokkal könnyebben irányíthatóvá válik egy-egy ország. De ha nem tudja saját, mert azt mondja, hogy nem, akkor felvesz valamilyen hitelt, és akkor abból finanszírozza, tehát akkor elkezd eladósodni megint. És újfent, hát hiszen azért emlékszünk arra, hogy 2014 tájékán, ugye, amikor az IMF felment, ez a csiki-csuki tárgyalás, aztán végül is nem, és aztán utána végül is ki is fizette Magyarország az IMF adósságát, tehát azért, tehát ilyen adósságunk nincsen. Nincsen, és ez egy óriási nagy probléma, hogy ugye most már nem függünk a pénzvilágtól. Tehát ez egy rettenetes... Nem forog a pénzük nálunk. Így van, meg gyakorlatilag ugye azt szokták mondani, aki fizet, az húzott, tehát gyakorlatilag, hogyha onnan veszünk föl hitelt, akkor nem csak a hitel kapcsán határoznak meg dolgokat, hanem beleszólhatnak belpolitikai kérdésekbe is. Magyarul kiveszik a magyar nép kezéből, a magyar kormány kezéből az önrendelkezés jogát. Na, ezt sem szeretnénk többek között. Így van. Ugye azt hiszem, talán az elmúlt alkalommal is beszélgettünk a keretinyitás kérdéséről. Tehát szinte hetente láttunk valami újabb egyezmény aláírást, megállapodást. Azért úgy tűnik, mintha a kormány valamiféle fajta biztonsági tartalékot képezne a keleti fronton, tehát a hajdani Szovjetunió területén, meg még a távolabbi ország, távol-keleti országokkal is. Így van. Egészen exotikus országokkal is. Így van, hiszen a világ nagyon változik. Tehát olyan országok, amelyek gazdaságilag nem voltak még jelentősek 10 évvel ezelőtt, borzasztóan megerősödtek, és nagyon komoly gazdasági potenciállal rendelkeznek, és az soha nem jó, hogyha egy irányba van elköteleződve egy ország, tehát egy irány, mondjuk Nyugat-Európának a gazdaságától függ 100%-ban. Ugye, ha attól a gazdaságtól függünk, és amikor az uniós csatlakozásunk volt, azt mindenki bevallotta, hogy elsősorban piacként kellett Magyarország az Európai Uniónak, hiszen terjeszkednie kell, a saját jól működő gazdaságának felvevő piac kellett, olcsóbb munkaerő kellett, stb. Na most nyilván azért a magyar gazdaság is megerősödött, és szeretne a magyar gazdaság is inkább exportálni, mint importálni, tehát szeretné a magyar gazdaság által megtermelt termékeket eladni, és ehhez nem szabad csak szűken arra korlátozódni, arra a nyugat-európai piacra, ami egyébként is drágább, hanem nekünk azokat a régi piacokat újra elő kellett venni, és ezt nagyon helyesen tette a kormány, hogy a keleti piacot, ugye a legnagyobb gazdasági partner az átkozott szocializmusban a Szovjetunió volt. Természetesen ennek voltak hátrányai is, ezt nagyon jól tudjuk mindannyian, de vétek lenne egy több százmilliós piacot engedni szabadjára, ugyanígy a kínai piac, ugye, ahol több mint 1 milliárdan, vagy az indiai piac, ahol szintén több mint 1 milliárd ember van. Tehát való igaz, hogy mi kis ország vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene nekünk a világ minden táján jelen lennünk, ahol azt tapasztaljuk, hogy egy növekvő gazdaság van, és a magyar áruknak, a magyar szolgáltatásoknak, a magyar gondolkodásnak teret tudunk biztosítani. Hiszen épp legutóbb talán, ha jól emlékszem, éppen Vietnámmal írtunk alá együttműködési szerződést, tehát érdekesek ezek a dolgok, és bár sokan próbálnak politikai meszt erre húzni, de hát azt gondolom, hogy igazából nem erről van szó, de hát mondjuk ez a politikai játszótéren, ez egy remek jó labda, és sokáig lehet vele oda-vissza lövöldözni. Ugye nemzeti konzultáció, migráció,
akkor most ezen lépjünk egy picit túl. Milyen olyan törvényalkotás, vagy bármilyen folyamat várható lesz, amiről még dönteniük kell az ősz, illetve tél eleje folyamán? Hát a törvényalkotás az zajlik azért. Itt különféle államközi törvényekről éppen a héten is olyan kétoldalú megállapodásokat fogadott el az országgyűlés. Tehát nagyon sok olyan törvény van, ami nem ilyen orderejű, nem ilyen óriási jelentőségű, de a Magyarország működéséhez feltétlenül fontos, illetve vannak olyan törvényeink is természetesen, amiket mondjuk elfogadtunk egy éve, két éve, és az élet, illetve a törvénynek a próbája azt hozta, hogy korrigálni kell, változtatni kell rajta. Tehát ez a fajta törvénykezési folyamat zajlik most. Ha már most itt erről beszélünk, akkor olvastam, hogy tehát ugye nem most kezdődött, tehát ha jól tudom, talán tavasszal vagy nyár elején kezdtek hozzá tárgyalni, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvad a magyar államkincstárba. Na most ezzel kapcsolatban is azért elég sok téves, avagy szándékosan téves, ezt nem tudom, hír látott napvilágot, hogy na akkor most már egyik oldalon vagy azt mondták, hogy megmenekült a nyugdíjfolyósító, mert akkor tehát összeomlóban levő rendszerről van szó, tehát akkor, hogy valamilyen szinten megmenekül. A másik fél meg azt mondta, egy másik fél pedig, hogy akkor most már teljesen elveszik a nyugdíj alap, és akkor beleolvad a nagy közösbe. Ne, egyébként ezt el is fogadtuk a héten, tehát ezt az egybeolvadást, ezt elfogadta a parlament. Igen, hát november 2-ától már, tehát egy így hónap van. Múlva már érvényes. Tehát semmi nem vész el, hanem ugye az látható, hogy az első perctől a kormányzat törekvése az, hogy minél szélesebb körben, minél hatékonyabban tudja a lakosságot kiszolgálni, és ugye teljesen fölösleges egymástól független nagy pénzügyi rendszereket fenntartani, az államkincstárt, a nyugdíjbiztosítást. Ezért történt meg az a módosítás, hogy igenis ez olvadjon egybe, de ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjbiztosításnak a pénze eltűnne, hanem egységesen lehet kezelni. Tehát fölösleges két apparátust fenntartani, mikor meg tudja egy kibővített apparátus is oldani. Tehát gyakorlatilag szervezetileg, tehát a szervezett működése technikailag, maga az, ami technikailag, van, de egyébként a nyugdíjalapok meg az egészségbiztosítás azok megmaradnak alapok, ugyanúgy természetesen, hiszen az a költségvetésnél mindig is külön kezeljük. Tehát az nagyon fontos szempont volt mindig a költségvetésnél is, hogy mi a költségvetést meddig terjeszthetjük ki, tehát mik azok, azok az ellátások, amelyeket fel lehet vállalni, mik azok, amiket nem, és nyilván ez csak úgy lehet megítani, hogy ezeket külön kezeljük. Tehát akkor ez az államkincstáron belül van, a kormányhivatalokra rakódik-e ezzel kapcsolatban valamilyen plusz teher, vagy pedig ez csak a kormányhivatalokra is rakódik, hiszen a járási hivatal, tehát itt például mi választókerületünkben a Hajdúböszörményi járási hivatal az, ahová a debreceni nyugdíj biztosítónak egy részének a feladatai átkerültek. Tehát szerintem minden a választókerületben élő lakos kapott mostanában egy-egy levelet, amelyikben szerepelt az, hogy az elmúlt időszakról egy kimutatást küldtek, hogy mennyi az az idő, ami a nyugdíj szempontjából számára majd figyelembe vehető lesz, és erre visszajelzést kértek. Tehát ezt én kaptam legalábbis, és tudom, hogy hát nagyon gondolom, sokan hogy kaptak. Még a nyugdíj előtt állók. Nyugdíj előtt állók, így van. Nyugdíjasok, azok nem. Tehát akkor esetleg ez még talán a lakosságnak az ügyintézését is megkönnyítheti. Így van, megkönnyíti és gyorsítja. Igen. Ez a szervezeti forma. Ugye még egy nagyon fontos dolog volt, bocsánat, ugye a nyugdíjas szövetkezetek. Tehát amit elfogadtunk, tehát ha már itt nyugdíjról beszélünk, van, a nyugdíjas szövetkezetek. Pontosan, igen. Tehát miután ugye idősek világnap, bocsánat, mert idősek világnapi épp most a napokban volt, és akkor azt gondoltam, hogy egy picit beszéljünk a nyugdíjasokról, és akkor ugye ez is egy fontos dolog, a nyugdíjas szövetkezetek, és akkor rögtön rá is kérdezek, hogy mit lehet erről tudni, hogyan tudnak ezek működni, hogyan tud egyáltalán létrejönni, hogy településenként létrejöhet, vagy megyei szervezethez kell csatlakozni, milyen formátumon. Tehát ennek megvannak a feltétele, hogy hogyan alakulhat meg egy nyugdíjas szövetkezet. Ezek egyébként hasonló módon fognak működni, mint az iskola szövetkezetek működtek. Tehát ezzel, ahogy az iskola szövetkezetbe a diákoknak teremtettünk lehetőséget arra, hogy dolgozhassanak a tanulás mellett, úgy a nyugdíjas szövetkezetek egyfajta lehetőséget teremtenek
azon szépkorúaknak, nyugdíjasoknak, akik úgy érzik, hogy ők még kellően aktívak, illetve, valljuk meg őszintén, esetleg szükség van egy kis kiegészítésre a nyugdíjuk mellett, és szívesen dolgoznának, akkor lehetőséget kapnak arra, hogy a nyugdíj mellett nyugdíjas szövetkezeten keresztül tudjanak dolgozni. Tehát akkor ez gyakorlatilag egyfajta ilyen közvetítő szerepet tölt be. Tehát így van. Tehát az, hogy ne lehessen az, hogy egy nyugdíjas kiszolgáltatott mondjuk valakinek, tehát van egy biztos háttér, egy biztos szervezet, amelynek a tagja, és azon nem lehet becsapni őket. Bár látjuk az iskola szövetkezetnél is, hogy becsapták a gyerekeket, de azért nem mindig a rosszból induljon ki. Leleményes a magyar, tehát a kiskapukat megtalálja, de hát tételezzük fel azt, hogy ezzel minden jól fog működni, és hát valószínű, hogy lesz is majd jelentkező, hiszen azért nagyon komoly érdeklődés van rá. Nyugdíjasan meg szívesen is vennék, hogyha kiegészíthetnék a hát sokuknál bizony nem túl magas nyugdíj összeget. Na de ha már a nyugdíj összegeknél tartunk, ugye a nyáron volt szintén egy sajtótájékoztató, ahol elhangzott az, hogy évvégével a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot kapnak, illetve talán magasabb összegű nyugdíj emelést is majd 2018-ban, mint ami egyébként várható volt. És most épp a napokban jelentette be miniszterelnök úr, hogy jövő évre is akkor meg lesz ez a nyugdíjprémium. Így van. Igen, ezt az év végén, az előző beszélgetésünkkor elmondtam, hogy valóban, ahogy a gazdaságnak a teljesítőképessége lehetővé teszi, akkor év végén egy nyugdíjprémiumot fognak kapni a nyugdíjasok. Pontosan azért, hogy bár ugyan ők már nem aktív résztvevői a mai gazdaság növekedésének, de természetesen nekik is részesülni kell ebből, és ezért kapnak egy nyugdíjprémiumot év végén. És ugye most előre láthatólag azt tervezhető, hogy a következő évben hasonló módon fog a gazdaság teljesíteni, vagy egy picit jobban, és természetesen már erre is elkülönít a tervez a kormány egy összeget, azt hiszem 31 néhány milliárd forintot, ami arra szolgál szintén, hogy ha az a gazdasági növekedés megvan, akkor a nyugdíjasok ezt meg tudják kapni ugyanúgy. Bár ugye most a nyugdíjasok hirtelen felértékelődtek minden párt számára, mert azok is, akik eddig elvettek tőlük, most beígérnek 13. havi nyugdíjat, stb. Tehát ugye nem véletlen, hiszen egy nagyon komoly rétegről beszélünk, egy nagyon nagy számú rétegről beszélünk, és természetesen ilyenkor választások előtt mindenki próbálja az ő kegyeiket keresni, mindenki próbál fűt, fát, virágot ígérni. Olyan is, akiről egyébként tudják, hogy ígérni tud, de aztán nem tart be semmit, vagy ami megvolt, még azt is elveszi. Hát ez egy ilyen időszak lesz, hiszen ahogy említettük, közeledik a választás, tehát erről fog szólni a következő de időszak. De hát az azért érdekes dolog, hogy akik egyébként arról beszélnek, hogy omlik összefele, meg rogyadozik a nyugdíjkassa, tehát nincs benne pénz, akkor vajon miből fizetnének, mondjuk van, aki havi 50 ezeret, meg akkor a plusz 13. havi 120 ezerben, szóval azért ezek nem kis pénzek országos szinten. Így van, gondolják, hogy ebben nem gondol, tehát úgy gondolják, hogy az embereket elvakítja az, hogy most egy ilyet valaki bedob, és aztán nem gondolkodnak azon. Ezzel egy picit szerintem le is nézik a nyugdíjasokat, hogy ha valakik igazán be tudják osztani a pénzt, azok a nyugdíjasok, sajnos mert rá vannak kényszerítve, vagy mert olyan korszakban nőttek föl, amikor szintén rá voltak kényszerítve. Tehát ők azt természetesen mindenki örülne, hogyha azt mondanák, hogy persze, hát hogy ne, megkapod a 13. havi nyugdíjat, a 120 ezer forintot, csak amikor azt mondják, hogy de ennek fejében lehet, hogy majd ezt emeljük, vagy ezt vonjuk el, vagy ettől szedjük be, akkor azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Tehát azt mindig elfelejtik megmondani, hogy miből fizetik ezt ki, hanem egyfajta mézes madzagot kínálnak föl azért, hogy hát ha sikerül megtéveszteni egy néhány embert. Hát majd nem sokára lesz ez már tulajdonképpen, hiszen ez a pár hónap nagyon hamar elrepül. Van arról esetleg valami háttérinformáció, hogy mikor a várható a 18-as választás, tehát április, május? Áprilisban szerintem biztos, hogy áprilisban lesz. Tehát már nem lesz hosszú az az idő, amit önök a parlamentben töltenek, de hát azt gondolom, hogy már a háttérben, hiszen minden párt készül, folynak a megbeszélések, az előkészítő munkálatok. Ezzel kapcsolatban ugye a nyári szünet itt volt, de mennyire tudott pihenni? Volt erre valamennyi ideje, hiszen eddig még azért általában egy El Camino belefért? Hát most nem fért bele, most nem volt erre lehetőségem. Nem is terveztem, hozzáteszem, de összesen talán kétszer-három nap
szabadságon voltam, tehát amikor elmentem túrázni, mert nekem az egy nagyon jó pihenés, majd jövőre. Tehát most ez inkább mással telt. Tehát a választókerületben azért, hála jó Istennek, nagyon sok rendezvény van. Évközben, amikor parlament van, akkor nehezebb eljutni egy-egy rendezvényre, meg természetesen a településeken is nyilván télen nem fognak falunapot, városnapot tartani, stb. És ezekre elmenni teljesen természetesen szeretnék, ha viszont el szeretnék menni, akkor meg nem tudok elmenni máshova. Tehát no, ez egy rövid kis könnyed kérdés volt, de van egy másik kérdésem, hiszen ezt muszáj megkérdeznem öntől. Ugye épp a napokban volt ítélethirdetés Balmazói Vános jelenlegi polgármesterének veszegetési ügye kapcsán ítélet. Nem jogerős még az ítélet. Ugye erről is talán egyszer szót ejtettünk valamikor még az elmúlt év folyamán, de az ön neve is felmerült ebben a perben. Ugye volt, aki azt mondta, hogy részese volt, aztán, hogy tanúként hallgatták ki az ügyben. Képviselő úr, mi a helyzet ebben a Balmazói Városi, úgymond korrupciós vagy vesztegetési ügyben? Hát ez egy nagyon szomorú dolog, hogy egy olyan ügyben, amelyben azok a személyek, akiket most elítéltek megdöbbentő módon, számomra megdöbbentő módon, ártatlanul kerültek ebbe az egész ügybe, hiszen abban az időben Balmazói Város polgármestere én voltam. Igen. Ez teljesen egyértelmű dolog, hogy a városban zajló dolgokért véleményem szerint a polgármester a felelős. Ha fejlődik egy város, akkor is, hogyha bármi olyan egyéb dolog történik, akkor is. Ez az ominózus ügy nem szól semmi másról, mint 2012-ben én, ugye akkor még lehetőség volt arra, hogy városvezető is voltam, és országgyűlési képviselő is voltam. Városvezetőként kihasználva a képviselői lehetőségeimet, a miniszterelnökséget vezető államtitkárhoz, akkor Lázár Jánosnak hívták, akkor még csak államtitkár volt, fordultam egy olyan témában, hogy szeretnék a városnak 180 millió forintot lobbizni egy csarnok építésére, egy rendezvény csarnok építésére, mivel Balmazújvároson ez nem volt megoldott kérdés. Hajdúnánáson igen, sőt most nem soká a második is kezdődik, a másodiknak is az építése, nálunk ez nem volt meg. A városnak volt egy terve ennek a csarnoknak a megépítésére, nem ennek, hanem egy csarnoknak a megépítésére, csak hogy az 1,5 milliárd forintos költség lett volna, ez soha nem lett volna képes a város megoldani. Míg volt egy olyan lehetőség, hogy egy vállalkozó, aki a kézilabda csapatot szponzorálja és működteti, megkeresett, hogyha tudok segíteni abban, hogy egy 180 millió forintos támogatást hozzunk ehhez, akkor ő ezt megépíti. Én ezt vállaltam, el is mentem ennek rendje módja szerint, kértem a miniszterelnökségen, hogy az évvégi keretből amennyiben van maradvány, a miniszterelnök úr támogassa már ezt az évek óta fennáll. Ez minden évben, minden választáson elhangzott, minden polgármestertől, országgyűlési képviselőtől, hogy ezt meg kell építeni. Támogatta a miniszterelnök úr, és ugye innentől indult ez az egész kálvária, hogy ezt a 180 millió forintot azért kapta meg a vállalkozó, mert ő különféle kenőpénzeket adott a akkori jegyzőnek, illetve meg nekem is természetesen, illetve ami a megdöbbentő dolog volt, hogy igazából teljesen figyelmen kívül hagyták azt, hogy egy jegyzőnek az önkormányzati törvénykezésben, működésben semmilyen szerepe nincs azon kívül, mint hogy a törvényességre felügyel. Tehát ő nem szavazhat, ő nem dönthet, az ég adta világon semmit nem csinálhat. A jelenlegi polgármester asszonynak, aki akkor a jegyző volt, egyetlen bűne van, hogy nekem a munkatársam volt. Engem valóban kihallgattak, meghallgattak tanúként a nyomozati szakban, akkor is elmondtam, hogy én kértem 180 millió forintot, én voltam az, aki testületi ülésen elmondtam, hogy mire kérem, ezt csak erre használhatjuk föl, ugyanis a bírónőnek az volt a tegnapi ítélet hirdetés során a veszőparipája, hogy ezt a 180 millió forintot felhasználhatta volna másra az önkormányzat. Annak ellenére, hogy én a miniszterelnökséget vezető államtitkártól konkrétan megnevezve tehát erre a célra kértem, így van. A miniszterelnök úr konkrétan tudva arról, hogy erre fordítódik, adott támogatást, ennek ellenére a bíróság ezt nem fogadta el, és a jegyzőnek az a bűne, hogy ő testületi ülésen, ahol én elmondtam 12 percben, hogy a támogatást erre kértem, erre fordítjuk,
nem is átadjuk ingyenesen, hanem ennek fejében a város 15 éven keresztül évi 20 alkalommal ingyen használja ezt a csarnokot. Az volt a bírónőnek a tévedése, ezt kell, hogy mondjam, hogy fel kellett volna, megtévesztette a jegyzőasszony a képviselő testületet, mert nem állt föl, és nem mondta azt, hogy ez a pénz másra is használható. Mivel, hogy nem is használható másra, mert a polgármester ezt a tájékoztatást adta. Ezt azonban, ahogy elmondtam a bírósági szakba, elmondtam a nyomozati szakba, lenyilatkoztam, ami megdöbbentő, kértük, hogy hívják be a akkori államtitkár urat, most miniszter urat, nem hívta be a bírónő a miniszter urat, nem tartotta relevánsnak az ügy szempontjából, hogy én, illetve az akkori államtitkár mit beszélt, valóban arra kértem-e, mert ha ő azt mondja, hogy arra kértem, akkor nincs miről beszélni, mert akkor nem lehetett másra fordítani. Ezek után a jegyzőasszonynak az ügyvédje írásban megkereste hivatalos levélben az államtitkár urat, akkori államtitkár urat, aki írásban lenyilatkozta mindezt, ennek ellenére ezt nem vette figyelembe a bírónő, hanem megállapította, hogy passzív képviselőtestületi ülésen tanúsított magatartásával megtévesztette a képviselőtestületet a jegyző. Magyarul ma minden egyes jegyzőt el lehetne ítélni, ugyanis ha a képviselőtestület dönt valamiről, akkor minden esetben fel kellene állni a jegyzőnek, és közölni kellene, hogy ezt a forrást másra is lehetne használni. Szóval egészen döbbenet. Tehát ez szomorú, amit most mondani fogok, de bennem az 56 utáni koncepciós pereket idézi, amikor egy cél volt, hogy valakit el kell ítélni. Itt most ez volt a cél, ezzel engem akartak büntetni valamilyen módon azok az emberek, akik nem biztos, hogy mindig jó szemmel nézik azt, hogy én kiállok dolgok mellett ebben a választókerületben, független attól, hogy jobboldali, baloldali érintettségű a személy. Tehát erről szólt ez az egész, és én őszintén remélem, hogy másodfokon kiderül az, hogy valójában itt két ártatlan embert hurcolnak meg évek óta, és aki az egésznek a koordinálója volt, mert hogy én voltam a polgármester, én nekem meg végig kell szemlélni, hogy a közvetlen munkatársam megy tönkre ebben, meg egy vállalkozó, aki a városnak jót tett. Tehát ez egy borzalmas érzés, de nem tudok mit csinálni. Tehát hiába mondtam el a bírósági szakaszba, hiába mondtam el a nyomozati szakaszba, ezt figyelmen kívül hagyták teljes egészében. Egyébként a rendezvénycsarnok megépült? Természetesen, hát abban játszik a város, meg ugyanúgy használjuk évente 20 alkalommal. Hozzáteszem, olyan rendezvénycsarnok, játszunk Nánásra is kézilabda mérkőzéseket szokták látni, ahová 1000 néző befér, nemzetközi mérkőzéseket lehet játszani, amely rendezvénycsarnokot 1 milliárd forintnál kevesebből nem épít meg senki. És akkor ez kijött 180 millióból. Annyit azért, adtunk mi hozzá, így van. Meg hát a vállalkozó annyit, amennyit. Azért az ember itt elgondolkodik azon, hogy penge élen táncol a kapcsolati tőke, és amikor már azt mondják, hogy ez már korrupció vagy vesztegetés. Tehát nehéz. Én lehet, hogy én rosszul gondolom, de én ezt sokszor el szoktam mondani, hogy szerintem egy képviselőnek az a dolga, hogy képviselje a körzetét. Én nem attól leszek jó képviselő, hogyha felállok és nagyszerű órákat zengek a parlamentbe, és szidom ezt, szidom azt, meg beszélek össze-vissza, hanem attól, hogyha a választókerületemben a településvezetők kéréssel fordulnak hozzám, vagy a lakosság kéréssel fordul hozzám, akkor én ezt felvállalom és viszem tovább. És ha tudom, megoldom, ha nem, akkor jelzem, hogy megpróbáltam, de nem tudtam megoldani. A képviselő nálam ezt jelenti, nem a szereplést. Tehát öncélúan szerepelni a színészeknek kell, ők sem öncélúan szerepelnek, én nem színész vagyok, én képviselő vagyok. És ha valaki egy egyéni országgyűlési képviselő, akkor neki kutya kötelessége lobbiznia a településekért, mint ahogy például a tavalyi évben ugyanilyen keretből kértem Hajdú Nánásnak is, amikor ki kellett fizetnie a hitelét a távhővel kapcsolatosan, ami összejött. Az egészben az a tragikomikus, hogy ugye ez az ügy 2013-ban robbant ki a választások előtt, és onnantól kezdve ugyanúgy kapnak a városok ilyen lobby támogatást azok, akik mennek utána és értelmes célokat mondanak el, csak most már konkrétan
úgy jelenik meg, hogy erre kapják ezt a pénzt. Ebben az esetben 2012-ben még ez úgy jelent meg, hogy 450 millió forintot kapott Balmazújváros, és ez a 450 millió forintból 180 volt, amit kértem erre a konkrét célra, és a fennmaradó 270-et egyéb célokra tudtuk felhasználni. És egy picit elkeserítő volt az a tegnapi ítélethirdetés során, ahogy én hallottam vissza, hogy itt megint előjött az, hogy a hatalomért a Jobbik mindenre képes. Tehát a bírónő arra hivatkozott, hogy volt két jobbikos önkormányzati képviselő, egyébként három volt. A háromból kettő volt, aki a bíróságon behívták, tanulnak őket, mind a hármat. Az egyik mondta, hogy természetesen, ha ő tudta majd másra használható, akkor sem mondott volna mást, mert szüksége volt a városnak rá. A másik kettő, akik jelenleg is képviselők és a politikából élnek, ők természetesen rögtön azt mondták, hogy persze, hát ha ők tudták volna, akkor másra használták volna. Itt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy a 12 képviselőből ők hárman voltak, emellett van a 9 fideszes, tehát ha mind a hárman ellen szavaztak volna és megvalósult volna, de ez sem érdekelte a bíróságot. Tehát ez egy nagyon elszomorító ügy, tehát elkeserít azért, hogy 2017-ben a magyar igazságszolgáltatás bizonyos szinteken még itt tart. Hát nem tisztünk tisztán megítélni, de minden esetre ön a saját bőrén, illetve a városa jó hír nevén érzi, mert azért valljuk be. Tehát amikor egy-egy ilyen ügy felmerül, akkor egyébként is ez a felbojdult világ elég rossz fényt vett egy-egy ilyen ügy kapcsán arra a településre, hogy akkor na, akkor ott vajon mi történhetett meg egyebek, holott. És igazából nincs az embernek arra se ideje, se energiája, hogy folyamatosan mindig kiálljon és minden egyes cselekedetet megmagyarázod, hiszen akkor gyakorlatilag szerintem nem mennének ebből a dolgok. Ebből áll az életünk, így van. Tehát így ez elég nehéz dolog, de hát ilyen világban élünk. Viszont azt gondolom, hogy a beszélgetésünk végén egy kedvesebb, meg szebb dologról is ejtsünk szót, mégpedig ha ez mondjuk egy negatív árnyék, akkor viszont van egy nagyon pozitív. Ugye már az elmúlt években is jelentős kiállítások voltak Balmazújvárosban. Nagy neves európai világhírű festők alkotásait tekinthették meg úgy az újvárosiak, mint a környező településekből, és most egy Munkácsi kiállításra készülnek. Így van. Mi lesz ez? Hogy jött létre? Hiszen ez sem egyszerű, tehát, hogy egyáltalán hogy tudják ezt megoldani Balmazújvárosban egy tőlünk hasonló nagyságú településen, mint mi vagyunk. Igen, ezt sokan csodálkoztak, és amikor legelőször a Picasso kiállításunk volt a jelentős, egyik legjelentősebb az elsők között a kiállítás, akkor nagyon sokan megmosolyogtak, hogy valóban mit akar egy ilyen kisváros, Picasso, miért gondolja, hogy ezt fogja tudni a továbbiakban is vinni, és aztán következett a Chagall-Dürer, azután következett a Rembrandt kiállítás, majd ugye volt egy megyesi kiállításunk, illetve most van egy Holmargit textilművésznek a kiállítása, és bár megpróbálják nagyon sokan, de ilyenkor látszik az, hogy az emberek azért, ha eljönnek Balmazújvárosra, vagy ha elmondjuk, hogy mi miért van, azért is örülök az előbbi kérdésnek, hogy el tudtam mondani ezt az egész dolgot, mert úgy nem lehet valaki országgyűlési képviselő, hogyha bármelyik településen kételj van a személyével kapcsolatban, tehát ez ezért is jó volt. De ha eljönnek hozzánk azok a gyűjtők, vagy azok a jelentős képzőművészeti alkotásokkal bíró személyek, akkor látják, hogy ez egy olyan település, amelyik rendezett, és a kultúrában és a művészetben is szeretne előrelépni. Így volt ez ebben az esetben is, egy személyes baráti kapcsolat révén kerültünk polgármesterasszonnyal beszélgetés lehetőségbe a Pák Imrével, akinek a legnagyobb Munkácsi gyűjteménye van, és akkor kértük, hogy nem lenne kedve Balmazújvárosra elhozni ezt a kiállítást. Lejött, megnézte a kastélyt, meghallgatta, hogy milyen kiállításaink voltak, és azt mondta, hogy támogatja a kezdeményezésünket, úgyhogy november 2-ától, reményeim szerint február végéig, mintegy 4 hónapon keresztül lesz egy igen-igen jelentős Munkácsi kiállítás. Közel 50 mű lesz kiállítva itt az Ásítóinastól kezdve számtalan olyan nagyon híres Munkácsi festmény, amelyekről azt hiszem, hogy jó néhányan tudnak, és én nagyon remélem, hogy a környékről, itt Hajdú-Bihar megyéből, de még távolabbra is nagyon sokan el fognak jönni megnézni. Készülünk mással is, tehát készülünk itt Munkácsinak a kedvenc ételeivel, a Munkácsinak a kedvenc süteményével, tehát egy picit Munkácsira akarjuk felépíteni ezt a következő 4 hónapot, és én úgy gondolom, hogy
azok, akik tisztességgel érdeklődnek bármivel kapcsolatban, legyen az egy negatív dolog, és mi elmondjuk, akkor a tisztességes emberek megértik azt, helyén kezelik, és nem írják le a várost egy ilyen dolognak a fényében. Bizonyítja ezt ez is, hogy nem gondolta meg magát a Munkácsi gyűjteménynek a tulajdonosa, és meg fog valósulni ez a kiállítás. Tehát akkor az elkövetkezendő hónapokban én azt gondolom, hogy nagyon sok, és hát az iskolák, akár általános iskola, felső tagozat, a középiskolások, a művészeti iskolások, szóval azért nem mindig tekinthetnek meg élőben egy, és nem egy, hanem 50 Munkácsi alkotást. Képviselő úr, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát kívánok a Munkácsi kiállításhoz. Nagyon-nagyon sok látogatót valószínű lesz. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.